Azt tartom a legnagyobb eredménynek, hogy Szekszárd városában nem túl sokan vagyunk, akik olyan együttest alapítottunk, amely évtizedeken keresztül országos, vagy ha kell, akkor európai hírűként is hordozta a városunknak a nevét és nyilván a művészeti színvonalát. Az egyik legnagyobb örömöm az ez. A másik pedig az, hogy sok száz gyereknek a kezébe adtunk hangszert a zeneiskolában. Én magam nagyon sok gyereknek adtam a kezébe trombitát, harsonát, vadászkürtöt. Ebből most már számos helyen a kollégáimként dolgoznak a fiatalok. Ma a Szekszárd Big Band gyakorlatilag egy olyan szintet ütött meg, hogy az országos ranglistán is előkelő helyet foglalunk el. Gyakorlatilag talán nem vagyok szerintem, azt mondom, hogy majd mindegyik szólista örül a fölkérést kap tőlünk, és játszhat, énekelhet egyet velünk. Úgy tűnik, hogy ebben a dologban most már minőségi áttörés nem nagyon fogunk tudni előidézni. Nagyon hálás vagyok, hogy valakik rám gondoltak, hogy egy ilyen elegáns díjat megkaphatok. Sose gondoltam, hogy ez velem elő fog fordulni, mert egyszer városi képviselőkoromban a frakcióvezetőm azt mondta, hogy na jól nézd meg, Pece Pista, mert mi szavazgatunk, mindenki kap ilyeneket, de mi soha nem fogunk ilyet kapni, úgyhogy erre készüljél. És most úgy látszik, hogy ez nem vált be ez a jóslat, és ez nagy örömmel tölt el. Isten igazából az viszont némi szomorúság, hogy általában idősödő emberek szoktak kapni ilyen díjakat. Ennek azért annyira nem örülök, de hát tudomásul kell vennem, hogy az idő az múlik.